Manapság az egyik legfontosabb dolog egy számítógép életében a hűtés. Éppen most mit csinálunk? Ez egy videokártya, igen, ha jól látom. Éppen ez egy X1800 GTO, amit most tuningolni szeretnénk, és ehhez fogunk felszerelni egy igen ütős hűtőt. Mielőtt bárki belekezdene egy ilyen történetbe, azért hívjuk fel a figyelmet arra, hogy óvatosan kell kihúzigálni a VGA a kártyát. A gyári új gépeknél, hát ugye az a VGA a kártya, maga a hűtő. És az elengedhetetlen kellékek, ugye egy telefonkártya vagy bankkártya. Telefonkártya, bankkártya, szilikon paszta. Paszta és egy csavar. Csavarhúzó. Tehát garanciális gépekből ne rángassuk ki csak úgy a videókártyát. Igen, eleve, hát már ezt fel se tudjuk nyitni általában. De most, ha már kirángattuk, akkor lássunk is neki. Két dolgot kell leszerelnünk. Az egyik az a nagy hűtőborda, ami védi a memóriákat, amit igen, lehetett látni a kártyának a másik oldalán, amin az a szép logó is volt. A másik ez a, itt a GPU-nak gyakorlatilag a hűtő része. Ez pedig a videónak magának, ugye a videócsipnek a hűtő része. Tehát már leszedtük a csavarokat a külső egységről, mind a négyet és a belső egységről is, mind a 8 csavart. Most óvatosan emeljük le róla magát a kártyát, és meg fogjuk most látni. Meg is tekintettük. Amit ritkán szoktunk látni, hát így néz ki egy videokártya, egy X1800 GTO. Ugye ez a pörgetyű hűtőtte. Gyakorlatilag ez hűti az egész hűtőtestet. Ezt most szépen le is vesszük innen. Ez a gyári hűtés, ugye? Ha igen, a látom. Gyári hűtés. Éppen ezért szereljük rá a Zalmannak a egyik legújabb hűtőjét, hogy jobban bírja a tuningolást. A szilikon pasztát gondosan töröljük ezt, le. Igen, ezt le fogjuk törölni róla. Ugyanis helyette majd frisset rakunk. Igen. Na, mik ezek a kék bigyuszok? Ezek gyakorlatilag passzív memóriahűtések, amely egy ilyen érdekes öntapadós módszerrel ezzel lehet felrögzíteni a memóriacsipekre. Tehát leszedjük ezt a kis fehér bigyót, és pont a csipre rányomjuk, óvatosan. Óvatosan rányomjuk. Mivel 8 csip van, így... Igen, ez fontos, mert gyakorlatilag itt a memória órajellel is játszunk egy kicsit, és jobb kell neki a hűtés. Fönt van mind a 8 kék ilyen hűtőborda, most következik a szilikonpaszta. Ez mire is jó a szilikonpaszta? Gyakorlatilag a hő elvezetés szolgálja, jobban átadja a hőt. Csak a fekete területre, vagy erre igen, a sötét szürke területre rakjuk. Pont. Ugyanis az maga a csip, a zöld, az csak a tokozás, így hívják. Na és itt derül itt most ki, nagyon szépen elkenjük vele. Azért kell elkenni, hogy egyenletesen oszoljon a hő. Igen. Erre nehogy anyu hitelkártyát használjuk, nem fog örülni neki szerintem. Gyakorlatilag bármivel el lehet kenni. Letörölhető ez a paszta, tehát nem marad rajta. Oké. Okay. Ezt most akkor szépen rákentük. Na, megjött a hűtőnk Zalmanéktól. Igen, most gyakorlatilag rá fogjuk szerkeszteni. Tehát az az a négy csavar, ami abban a négy lugba megy, amit már az elején is magyaráztunk, hogy azt tartja a GPU-nak a saját hűtését, a hűtőjét. De azért milyen szép fényes volt ott középen az a részfelület. Igen, ez nagyon szépen van polírozva, tehát kell is, hogy minél egyenletesebb legyen. Beletekertük a csavarokat a hűtőbe, és most nem a hűtőt rakjuk a kártyára, hanem... Rárakjuk szépen a kártyát a hűtőre. Nagyon ötletes megoldás, sokkal egyszerűbb így szerelni egyébként, és sokkal kockázatmentesebb. Igen, így a Zalmanról elmondhatjuk, hogy elég jól szerelhető, tehát vannak a piacon olyan termékek, amivel azért meg lehet izzadni, erről nem mondhatjuk ezt. Rugó és mondjuk csavaranya, hívjuk így. Igen, végül is ez csak egy ilyen praktikus kiegészítő. Itt azért megjegyezném, hogy amikor rárakjuk a hűtőt, akkor érdemes átlósan kezdeni a csavarok meghúzását, hogy ne legyen probléma. Igen, és óvatosan nyomogatni és azokat óvatosan a kis, ilyen kis forrasztásokat ott, amik a kártya mögött vannak, most sikerült felszerelni. Mi a következő lépés? Hát most gyakorlatilag szépen megfordítjuk, és a ventilátor vezérlést rá fogjuk dugni. Ventilátor vezérlés mire jó? Hogy kevésbé legyen zajos a... Hát gyakorlatilag ezzel tudjuk majd kontrollálni a ventilátornak a sebességét és a hangját. Aha. Tehát amikor éppen nem játszunk és nem tuningolunk, akkor akár le is lehet csavarni, hogy legyen zavaró. Amikor mondjuk internetezünk, akkor nincs akkora nincs teljesítmény igen. Igény, akkor levehetjük a... De ne felejtsük el utána, amikor mondjuk betöltjük a Quake 4-et, vagy a Doom 3-at, vagy a Half-Life-ot, akkor kicsit szépen feltekerni a hűtést. Hát ezért ez egy ilyen külső megoldás gyakorlatilag. Kívülről tudjuk egy ilyen kis potméterrel állítgatni a
kakaót. Most jön a dolognak az egyik legóvatosabb része, mert azért ott sok kábel van, meg mindenféle cucc. Meg hát ne felejtsük, egy jóval nehezebb lett most a grafikus kártya, azért ez nem olyan könnyű ez. Igen, a hűtés húzza azon a nagy hűtő, látszik is, hogy lóg egy kicsit. Tehát ne felejtsük el becsavarozni a házba. Nagyon sokan szokták csak úgy berakni a videókártyát. Most ez mindenféleképpen fontos, mert azért ez nem egy... Igen, szépen fel is kell ilyenkor emelni becsavarozás, hogy egyenesen álljon. Tökéletesen benn van a kártyánk. Áram is kell neki. Áram is. Ezt sem szabad elfelejteni, ugye? Bizony. Sőt, nem csak a kártyának kell áram, hanem... A ventilátor vezérlő. Mert ha valaki csak a kártyának adja az áramot, és mondjuk elfelejti a ventilátor vezérlőt, akkor... fog megmozdulni, és ez elég kellemetlen. És ez elég kellemetlen? Tehát önmagában nem elég ez a sok fém cucc, hát főleg igazából elég lenne Windows alatt, de hogyha mi megterheljük ezt a kártyát egy játékkal, akkor biztos, hogy... Ezzel a kis potméterrel tudjuk változtatni azt, hogy milyen gyorsan pörögjön a ventilátor. Végül is ez nem volt egy bonyolult dolog. Nem, gyakorlatilag ezt 5 perc alatt meg lehet csinálni. Már, hát végül is ilyen hosszú a videó is, tehát ennyi idő alatt csináltuk meg. Hát sok szerencsét hozzá, és óvatosan.